Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft Lucky Block Arena videóban. A mai videóban a bufflonokkal fogunk megküzdeni, és ehhez a Chance Cube-okat fogjuk felhasználni, ami megint csak nem egy Lucky Block mod, de egy Lucky Block alternatíva, úgyhogy technikailag beleillik a sorozatba. Ezt is használtuk már korábban, és hát a falusiak azóta se tértek vissza, viszont amíg nem voltam itt, az egyikük kicserélte az egyik kereskedését, ugyanis most már nem Lucky íjat, hanem sima íjat lehet kapni, mégpedig egy erő 5-ös íjat, ami azért elég OP, viszont 8 TNT-ért lehet megkapni. Úgyhogy ennyit változtak a kereskedések, minden más ugyanolyan. Illetve most nem tudtam beállítani a szerencséjét ezeknek a blokkoknak, úgyhogy mindegyiknél láthatjátok, hogy random szerencsét ír. Úgyhogy a szokásos vassákány és 10 alma mellett most 30 chance cube-ot fogunk kinyitni, mégpedig normál szerencséjűt, és nem lesznek nagyon szerencsések vagy nagyon bal szerencsések, hanem random, tehát bármelyik lehet, úgyhogy hát meglátjuk. Remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó, hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek a videó alatt egy like-kal és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és akkor nézzük. Kaptam jó néhány... Jaj! Ó! Oh. Volt benne 5 gyémánt. Oké. Okay. Itt pedig valami csapda. Még egy korábbi részből. Oké. Okay. Hú, és én azóta se tanultam meg, hogy le kell vennem a játék hangerejét. Jaj! Ajaj! Úristen! Oh. Te jó ég! Hát, ugye most egy újabb verziójával játszunk a Chance Cubes modnak, úgyhogy itt megint csak teljesen új dolgokat kapunk, meg olyanokat, amiket múltkor nem is kaptunk meg. Úgyhogy mindenféleképpen más lesz ahhoz a videóhoz képest. Oké, okay, egy gasztot hallottam. Ó, oh, és valaki mondja, hogy nem félek a szellemektől. Hát jó. Ez egy nagyon fontos információ volt. Kaptam egy szivacsot. Ó, SpongeBob kockanadra, úristen. Oké, okay, nézzük tovább. Boss fight, erre emlékszek. Múltkor is volt ilyen. Gibby. Kontra. Ravager. Ó! Oh. Ja, peaceful-en voltam. Hát, akkor nyertem. Jó, hát egyébként nem kaptam volna tőle semmit. És hát nyerget dobott volna talán, de... Ó. Oh. Ja, mert nem ért véget a boss fight. Na jó, ez így nem jó. Nem tudok kimenni. Nem, nem már. Nem tudok kimenni, srácok. Na jó, hát akkor... itt folytatjuk a Lucky Block nyitogatást. Kaptam egy tortát. És egy portál utalás. Hát, ez nekem igazi tortának tűnt. Ó, oh, egy ocelot TNT-vel. Na, most rán ki tudok menni, hogy kirobbantotta? Nem. Áú! Ne, ne baj, ha talán ha meghalok, akkor... Aha, így már működik, mert úgy érzékelte, hogy elveszítettem a boss fightot. Oké. Okay. Ó, oh, és hiányzik a textúrája, tudjátok, az a fura forgóblokk. Nem tudom, miért nincs textúrája. Ajaj, ezeket annyira nem kultiválom. Aj, az a baj, hogy nem lehet őket megölni egyszerűen. Na, hát vagy hárman vannak még. Ja, nem, négyen, csak egymásban voltak. Több életerejük van, mint alapból. És nem bírom őket megütni. Hát most megint meg fognak ölni. Pont az utolsó fog megölni? Na. Ó, oh, még mindig van. Úristen. Azta! Ezzel nincs is körvonal rajta. Úristen, futás. De milyen gyors. Ó. Oh. Ez érdekes. Kaptam egy csomó szőnyeget. Az igen.
Oké. Ó, segítsek neked? Hogy? Ne! Hát hogy kellett volna segítenem? Hát... Már aktiválva volt a TNT. Oké, kaptam egy csomó pókfonalat. És akkor van itt középen ez a hiányzó textúrájú cucc. Oké, aktiváltuk. Na nézzük, mi lesz. Egy kard. Ezt meg kéne javítani. És meg is tudnám. Bár lehet, hogy túl sok XP-be kerülne. De ez egy nagyon jó fegyver lenne, csak már annyira le van sebezve. Bár mondjuk, van rajta törhetetlenség 10, tehát lehet, hogy még kibírja. Pickles. Hát nem fogjuk megtudni, hogy miért nevezték el így. Oké. Na, ez ür... Nem, Herobrine csatlakozott a játékba. Egy újabb nap, egy újabb idő és kilépett. Oké. Köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. És enchantolta a csákányomat. Lövedék védelem 3-mal. Wow! Hát azzal nagyon sokra megyek. Ó, az itemeimnek személyiség kell, azt írta ki. És mit akarsz velük csinálni? Nem tudom. Elég fura. Ó, ideje pattogni. Hát, nagyon jó. Nincs itt valami kis érték. Nekem tök jó lenne, hogyha lenne valami, mert most már nem kapok semmit, amit be tudnék váltani a kereskedőknél. Na hát, erre vártam. Még mindegyikből csak egyet kaptam. Ó, átnevezte a gyémántjaimat, mert ugye mondta, hogy személyiség kell az itemeimnek még az előző dropnál. Na, még ilyeneket szeretnék kapni. Ja, ezek már megint a creeper farkasok? És teleportálnak rám? Úristen! Úristen! Futás! Jézusom! Na jó, talán leráztuk őket. Aha, és megint... Ja, ez robban! Elfelejtettem. Viszont ott van a... elfelejtettem, hogy robban. Viszont ott a közepén megint volt gyémánt, az nekünk kell. Az nagyon fontos. Úgyhogy azért visszamegyek, mielőtt eltűnik. Hol volt? Valahol. Aha, itt volt a robbanás. Aha, és itt van a gyémánt. Kaptam még 5-öt. Jó. Na már csak 12 blokk van. Egy személyes hadsereg. Szerintem itt többen vannak. Aha, látjátok, amikor rájuk nézek, akkor megjelenik a... Aha, ott van az attack indicator. Ezek többen vannak. Úgyhogy nem ütöm meg. Meg amúgy se akarnám annyira, de... Ez egy hazugság volt. Ne! Ne! Lassúság effekt van rajtam! Úristen, olyan volt, mintha valami szektában lennék, így körbevettek a creeperök. Jó Isten. Na jó, nagyon tetszik egyébként ez a mod, annyira ötletes. Ajaj, legalább nem egy óriási chance cube. Hát nekem pont úgy néz ki, és nem hiába ütögettem, nem tudtam kiütni magam belőle. Aha, és ott van, de az, már pedig az nem egy óriási chance cube. Pont, hogy az, amit írt a chatben. Hogy mi az? Vagy több, ja, lehet, hogy 8 chance cube egyben? És ezeket ki lehet ütni? Aha, ezek rendesen működnek, akkor kaptunk még ingyen chance cube-okat. Jaj, ennek több életereje van. Oké. Egy gyémánt. Na. Ó, nem már. Nem láttál semmit, és eltűnt. Ó, ne robbanj! Ne! Ne! És nem is tudtam felvenni. Vagy tudtam már, amikor elkezdtem kibányászni, hogy fel fog robbanni. Nem már. Na de várjál, hogyha most a szénblokkok felrobbantak és gyémántokat kaptam, akkor most ha a gyémántblokkok felrobbantak, akkor szenet kaptam? Lehet, hogy ott a kráterben 5 darab szén lesz. Mindjárt megnézzük. Hát nem.
Semmi nem maradt. Ó, nem árt, pedig azok annyira jól jöttek volna most azok a gyémánt blokkok. Ó, mindenféle süti. Mert tele van az inventorim. Jó, egy horgászbot. Értem, még használták is. Ó! Oh. Ah! Úristen! Menj! Tudom, menj túl! Oszta! Oszta! Hát ez durva volt, de még életben maradt az az egy chance cube, úgyhogy ezt még mindenféleképpen kinyitjuk. Hú! Hát ez nem igazán tetszett. Jó. Creeper, ott maradsz. Jó. Hú, mekkora robbanás. Au! Au! De miért esek lejjebb? Hát... Nyomtam a shiftet. Na. Jaj, már megint nem lehet kiütni. Ó, nem! Ne! Úristen! Mész innen! Menj és innen! Menjetek már! Azta! Oké. Okay. Nézzük tovább. És jönnek. Ó, ki kell jutnom megint az útvesztőből. Múltkor kijutottam, de nem kaptam semmit. Múltkor nem kaptam semmit. Ó, most nem fogok kijutni. Ez csak kezdők szerencséje volt. Ne! Nem teheted? Ne! Hát nem fogok kijutni, srácok. Hát ez esélytelen. Kizárt. Ez ennyi volt, rip. Ó. Oh. És örökké eltévedtem a Chance Cube útvesztőben. Hát igen. Most az nem jött össze, de múltkor megtaláltuk a kiutat, és akkor se kaptam semmit, pedig azt írta, hogy kaptam valami jutalmat, de én nem láttam semmit az inventorimban. Na, már csak 8 Chance Cube maradt. Ó, haláleső. Ne! Azta! Hát ez a blokk. Hát, én nem is tudom. Nem érzem magam túl szerencsésnek. Ó, dupla szivárvány. Milyen ritmus érzéke van. Hát ez nagyon szép lett. Kár, hogy egyik blokkot sem tudom használni. De a szivárvány végében mindig vár ugye a szerencse, úgyhogy itt fogjuk kinyitni pontosan a szivárvány alatt a Chance Cube-ot. Ó, már megint? Ez múltkor sem ment. Már megint döntetlen lett. Jó, mindegy. Ennek pedig van egy taktika rá, hogy kell megnyerni, de nem tudom. Annyit nem játszottam ezzel azért. Úristen! Quidditch! Futás! Jó, oké. Nézzük tovább. Glenn. Mármint... Quagmire, vagy... Inkább ne ő legyen. Oké. Már csak 3. Kérlek, valami jót is kapjak. Hát, ez nem elég sokra. Mondjuk, hát nem tudom, hogy a páncéllal mi lesz. Mondjuk éppenséget tudok venni a smaragdokat a gyémántokból, és akkor tudok venni páncélt. De, attól függetlenül ezt nem lehet szétütni. Na mindegy, a sisakot elveszem. Hát... Vegyük el, aztán majd meglátjuk, hogy milyen páncélunk lesz. De elvettük a cuccokat, jó. Oké, már csak 2 chance cube van. Egy ilyen kristály, ami követ az XP miatt, úgyhogy eljövünk távolabb. És az utolsó, kérlek szépen.
Ó, ez volt múltkor is, hogy csak akkor még Peaceful-on voltunk, és ezért nem jöttek be a vexek. Ó, na hát, ha van valami rosszabb a láthatatlan silverfisheknél, azok a láthatatlan vexek. Úgyhogy én itt is hagyom őket, és igazából végeztünk. Hát elég érdekes dolgokat kaptunk. Hello. Az nem talált. No, hát akkor kereskedni nem tudunk sokat. A fegyverünk az el fog törni. És mivel nincs üllő, ezért nem tudom megjavítani. TNT-t csak kaptunk, vagy hát kaptunk, csak nem tudtuk felvenni. Na jó, akkor mindenféleképpen szükségünk lesz egy teljes páncélra, amihez 11 smaragdra lesz szükségünk, és pont annyi gyémántunk van. Vagyis hát még van egy smaragdunk is, de azzal már nem megyek sokra, úgyhogy én szerintem beváltom az összes gyémántomat smaragdra. Tehát akkor... úgy. És akkor... ide adom neked a gyémántokat. Úgy. És akkor van 12 smaragdunk, akkor... akkor megvehetjük az egész páncélt. Tehát itt vannak a smaragdok, és akkor egy teljes páncél. Oké. Okay. Hát ez lesz az elsődleges fegyverünk, de a csákányt is meghagyom. Ilyet nem kaptam, ami nagyon szomorú, pedig itt egy elég OP élet volna. Enchantolt aranyalmát se tudunk venni, és igazából semmit nem tudunk venni. Mert egy smaragdból már nem tudunk venni semmit. Hát akkor ez ennyi. Még enchantolni tudunk majd. Akkor pakoljunk le. Szerencsére a páncélunk legalább elég erős. Jó, viszont megtartom ezeket biztonság kedvéért. Bár nem hiszem, hogy szükség lesz rájuk, mert azért a páncélunk az elég jó. Na, tedd már be! Hát, úristen, na végre! Jó, és akkor mit tudunk enchantolni? Igazából maximum ezeket tudnánk. Hát ha már vannak XP pontjaink, akkor végül is miért ne? Jó, törhetetlenség. Védelem. Védelem. Na hát ez egész jó. Ha esetleg fel kell majd vennünk őket, akkor meg tudjuk tenni. Hát, ez a kard sokkal jobb lenne, hogyha meg tudtam volna javítani. Na mindegy, akkor nézzük a mai ellenfelünket. Oh. Hello! Hát ez jobb lett volna egy I. Úristen, milyen távolról támad? Oké, okay, kapta. Úristen, az a baj, hogy nagyon távolról tud sebezni. Hát igen, ehhez az I az nagyon kellett volna, de nem kaptuk meg a 8 TNT-t hozzá. Szóval így néz ki a buffon. Egyébként nagyon királyak a modellek, az animációk. És különböző textúráik vannak, ha jól látom. De mekkora hatalmas izomállatok azért. Ó, oh, na eltört! Haha, eltört a kardom. Az nagyon király. Akkor csákánnyal harcolunk. Úristen! Pillanat. Muszáj regenerálódnom. Hát ez most nem lesz olyan sikeres, mint az előző. Úristen! Nem tudok a közelébe menni. Jó, ez volt a második kör. Hát ez most nem lesz olyan, mint az előző küzdelem, ahol ugye megnyertük a játékot, mert ugye elértük a tizedik kört és legyőztük az ottani ellenfeleket is. Úgyhogy megnyomhattuk a győzelmi gombot. Hát ez most nem lesz olyan, mivel egy négyet sebző vascsákánnyal harcolok egy bika ellen konkrétan. Úgyhogy nem is egy ellen, hanem most már három ellen. Oké. Okay. Nagyon tetszik, hogy több különböző színben is tudnak spawnolni. Na jó lenne szétválasztani őket. Mi lenne, ha először csak a szürke jönne? Oh, de milyen távolról üt? Muszáj a critical hiteket alkalmaznom. Kapta.
Jó, folyamatosan mozogni kell körülötte, és akkor nem tud eltalálni, és akkor a közelébe kell férkőzni, ami egyáltalán nem egyszerű. De egyébként nagyon jól néz ki ez a mob. Minecraftban is lehetnének. Mondjuk a mész a biomokban, pont itt ebben a biomban szerintem nagyon passzolnának ide. Úristen! 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 Nem teheted! Kapja! Kaptam! De ő is kapta. Ez volt a harmadik kör, tehát hogyha a következő körben meghalok, akkor nem lesznek extra életeim. És a csákányom, ajaj, a csákányom is mindjárt eltörik. Na, azt még jó lett volna enchantolni ugye törhetetlenséggel az enchanting table-ben, csak az volt, hogy a játék már rárakott egy enchantot, és azt így már nem lehet enchantolni. Tudtommal, de megnézhetjük gyorsan, de szerintem nem lehet enchantolt itemet még egyszer enchantolni, csak ülővel lehetne. Igen. Úgyhogy, hát ez így rip. Ha eltörik a csákányunk, akkor nincs több fegyverünk. Na jó, negyedik kör, szerintem ez lesz az utolsó. Több okból is, a fegyverünk miatt, meg az életerünk miatt. Eszünk egy kis sütit, még jó, hogy kaptunk sütiket. Még nem vettem fel az összeset, pedig jó lett volna. Na, egy valaki jöjjön csak. Hello? Te. Akkor gyere te. Hogy fújtat. Ó, és ő vitte be az első ütést. Ajaj, nagyon kapom. Muszáj a közelébe férkőznem. Akkor már nem tud ütni annyira. Aha, ez a taktika. Csákány mindjárt eltörik. Haha, és az utolsó is. Na hát ennyi volt. Hello, tudom, hogy nagyon nézel, na most ez azért lesz érdekes, mert le kell öklöznöm egy bivajt. Na gyere! Esmérkedjünk meg. Még hátulról rátámad. Ó, hát ez így, hát ez így. Ez így rip. Ha. Mondjuk, ha nem lenne a páncélom, akkor még eddig se tudtam volna túlélni. Igen. Hát, ha nem tudtam volna megvenni a páncélt, akkor nem bírtam volna még eddig se túlélni, tehát nagyon jó, hogy ezt megkaptuk, és ez nagyon sokat védett is, viszont hát a fegyverünk, ami volt, az elég erős volt, de hamar eltört. A csákányunk, amit meg utólag használtunk, az meg nyilván eltört egy idő után szintén. Úgyhogy a negyedik körig jutottunk, bár igazából csak a harmadikig, mert a negyedik kört nem éltük túl, de így is megöltünk ugye 7 bivajt, hogyha jól számolom. Úgyhogy szerintem azért a lehetőségeinkhez képest jól teljesítettünk. Hát ez egy elég erős ellenfél volt, de nagyon tetszett, megint csak egy nagyon egyedi ellenfél és egyedi küzdelem volt. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Attól eltekintve, hogy nem nyertünk, szerintem igazából egész jó volt. A chance cube-ok is tök érdekesek voltak, meg maga az ellenfél is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-kal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!